mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta kíván további kellemes rádiózást a Csillagpont Rádió hallgatóinak, munkatársa Török Nóra nevében is. A következő percekben tulajdonképpen a mosolyról, a mosoly biztonságáról és a mosoly biztonságához vezető útról beszélgetünk majd dr. Csillag Máriával, a Smilist fogorvosi tervező szoftver és a komplex mosolytervezés elméletének megalkotójával, akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást. Köszöntöm a hallgatókat. Én úgy mutattam be, ugye, hogy mint a tervező szoftver és komplex mosolytervezés elméletének a megalkotója, de hát ez nem egészen az első perctől kezdve volt jellemző az ön pályafutására, mármint hogy a fogorvosi pályafutására, hanem ez később az évek során vetődött fel. Mert hogy? Gyakorlatilag 20 éve végeztem, egyetemen oktatással is foglalkoztam, illetve egy budai magánklinikát vezettem, és ott próbáltunk a páciensek számára egy exkluzív szolgáltatást kialakítani, amelynek része volt egy mosolytervezés, akkor még gyakorlatilag grafikai szoftverekkel sok-sok idő alatt készítettük el a páciensek számára a mosolyokat, és ez adta az ötletet, hogy egy tervező szoftvert kikészítsünk, ami a világon az első volt. Igen, és elsőként, legalábbis én az interneten így olvastam önről, hogy hazai és külföldi oktatója is egyben, megalkotója is hazai és külföldi oktatója, ugye? Úttörő munkát végez. Igen, igen. A szoftver gyakorlatilag ugye mosolyt tervez, de bármely esztétikai, implantológiai és fogszabályzási munkákhoz is alkalmas. Egy komoly elméletrendszer tartozik hozzá, amely figyelembe veszi az arcnak az izomzatát, a redőzetét, hogyan fiatalítsuk meg az arcot az állkapocs helyretételével, és ehhez állítjuk be a fogakat személyre szabottan, a személyiséghez, illetve az egyedi arc geometriához. És ezt tulajdonképpen a világon mindenhol, Indiától Dubaig oktatjuk, és ennek vagyunk tanítói, hogy tényleg minden páciens számára a funkcionálisan és esztétikailag is a legjobbat tudjuk alkotni. De hogy jött ez az egész ötlet? Tehát akkor, amikor az ember elmegy a fogorvoshoz, akkor nyilvánvaló, hogy a szakember az számára legelőnyösebb megoldást javasolja, akár egy fogtömésről, akár egy koronáról vagy pótlásról van szó. Mindenképpen arra törekedett az eddigiek során is, hogy a páciensnek az jó legyen. Mégis most belépett egy egészen másfajta megközelítés, tehát nem csak az ember elképzeléséről van szó, hanem a gépek segítségével ennek a ötvözetéről, ugye? Jól gondolom? Igen, nagyon jól gondolja, gyakorlatilag párhuzamosan fejlődtek ezek a technikák az én praxisomban is. Ugye a 20 év alatt megszoktuk a digitalizációt, megszoktuk azt, hogy fogászati tevékenységeket is végzünk, és gyakorlatilag ez nagyon szép komplex módszerré állt össze, hogy próbáltunk a pácienseknek, ugye én magam is, esztétikus mosolyt teremteni. Utána, amikor az esztétika megvolt, akkor elkezdett az ember a funkcióval is foglalkozni, hogy tényleg az kényelmes legyen a páciens számára. Nagyon sok visszajelzés érkezett a páciensek részéről, hogy mi az, ami kényelmes, mit vettek észre, mi az, amivel harmonizál esztétikailag is a kinézetük, és gyakorlatilag a kettőből megalkottam azt a rendszert, amely esztétikailag és funkcionálisan is passzol a páciensünkhöz, és ezt digitálisan is megtervezhetjük. Az idők folyamán figyeltem arra is, hogy milyen hatása van ez az emberi szervezetre, akár az arcra, az arcizmokra, az arc fiatalításra, az egész testtartásunkra, és ma már azt mondhatom, hogy a Smilist módszerrel képesek vagyunk egy olyan mosolyt kialakítani, ami a paciensek arcára ez 10-15 évnyi fiatalítású hatást eredményez, valamint a testet nagyon szépen balanszálja, és egy tökéletes testtartást és relaxált testtartást eredményez. Jól értem, testtartással is összefüggésbe hozható a Smilist? Igen, tehát nagyon sokan, ugye nem gondolnánk, de nagyon sok páciensünknek akár egy féloldali izomspazmos, vagy pedig tért túlterhelést is okozhatnak fogászati problémák. Ha például a fogakat nem megfelelően állítjuk be, és az állkapocs akár az idők során, vagy akár egy helytelenül beállított fogpótlás során a testre különböző hatást gyakorol. Hát például izomfájdalmak, nyakfájdalmak, akár gyomorfájdalmak, vagy féloldali tért fájdalom is, vagy akár bütyök kialakulhat az évek során egy helytelen állkapocs pozícióban.
Olyan érdekes ez. Olyan érdekes ez, doktornő, bocsánat, én laikusként döbbenten hallom, hogy hogy lehet összefüggésbe hozni például egy fog állapotot, vagy egy állkapocs állapotot egy bütyök kialakulással. Igen, hát egy digitális szoftver segítségével most nagy eredményeket értünk el, mert az ARC-ból egy genetikai középvonal megállapításával a fogakat tudjuk olyan pozícióba hozni és megtervezni, amelyet aztán három dimenzióban is láttatva faragóképek segítségével faragunk ki, hogy az állkapocs egy kényelmi, nyugalmi helyzetet kaphat. Ezáltal ugye az arcizmai egy nyugalmi pozícióba kerülnek, így érjük el a fiatalító hatást, és a testet pedig nagyon szépen az izmok által relaxáljuk. Tehát például nyakfájdalmakat, fejfájást, nyomorproblémát, csípőfájdalmat, vagy akár mondom tért túlterhelést is meg tudunk oldani, de ugyanilyen például a hangszálagoknak a krónikus gyulladása, vagy a rekedtsége, amelyet szintén okozhatnak helytelenül beállított fogműzek. Mindez, amiről most beszélgettünk, illetve amiről most ön beszélt, az nyilván visszaigazolt és tapasztalatokon, tényeken alapul. Tehát, hogyha van valaki hitetlen, akkor meg kell, meg lehet győzni őt az adatokkal, a tényekkel. Pontosan, rengeteg páciens fordul hozzánk állkapocsi tüneti problémákkal, az esztétikai problémák mellett is, de nagyon sokan keresnek minket föl, hogy szoftverrel tervezzük meg az ő mosolyát, és fiatalítsuk meg az arcát. Legfőképpen ugye 35, 45 vagy 50 éves korosztály, akik ellátogatnak hozzánk, hogy szoftveres tervezéssel szép mosolyt alkossunk számukra, és ezáltal egy gyönyörű arcfiatalítást érjünk el. A mosoly persze fiatalabbá tesz, de nem gondolnánk, hogy az arcizmokra, azok aktivitására is igen nagy jelentőséggel bír. Amiről most beszélünk, a fogorvoslás tudományának megszerzése során ön nem tehet egyszer, tehát ezt nyilván később kellett, hogy kialakuljon, a későbbi tapasztalatok birtokában határozta el, hogy ebbe az irányba fordul, ugye? Igen, hát rengeteg tanulmány szükséges persze ehhez, és egy komplex látásmód. Én mindig is azt hiszem, és abban bízok, hogy a testünk gyakorlatilag egy tökéletes egység, amiben, hogyha mi fogorvosként beavatkozunk, akkor hatást tudunk gyakorolni a különböző akár szervekre, vagy testtartásra, arc fiatalításra. Tehát ennek szisztematikusan utána néztem, utána olvastam, és a praxisomban is ugye komplex eseteket kezelve arra lettem figyelmes, hogy ennek jelentős összefüggései vannak egymással. Külföldi tapasztalatokra is szertett? Igen, külföldön már nagyon régóta oktatom, ugye 10 éve oktatom ezt az elméletrendszert. Hál' Istennek tényleg Amerikától Dubaiig, Indiáig nagyon nagy sikere van. Azt mondhatom, hogy talán Indiában van az egyik legnagyobb sikertörténet a Smilis-tal kapcsolatban. Itt az emberek ugye szintén a komplex látásmódot képviselik, tehát sokkal befogadóbbak, mint akár Európában. Az európai és az amerikai irányvonalot pedig tényleg a digitalizálásra, a számadatokra koncentrál, így ott pedig ugye a szoftveres tervezésnek, a középvonalnak, a fogak helyes beállításának, a mozgáspályáknak van nagy jelentősége, és mellékhatásként megfigyelhető, hogy ugye szép mosolyt, balanszált testet és egy nagyon fiatalos arcot is kapunk emellett. Ezzel kapcsolatban folynak most kutatások. Milyen siker várható, mondja, hogy kutatások folynak, ez azt jelenti, hogy létjogosultsága van ennek az, hát most már nem is mondom, hogy újdonságnak, mert annyira nem is újdonság, ugye? Szakmai területen és a fogászat területén, valamint az orvoslás területén is igen nagy újdonságnak számít, hiszen elsőként próbáljuk azt bebizonyítani, hogy fogorvosként a fogak beállításával milyen nagy hatást tudunk az emberi szervezetre gyakorolni, és az évek során egy helytelenül nőtt fogazat esetén milyen problémák kapcsolódnak a növekedésben, akár gyerekeknél, aztán megfigyelhető egy fiatalkorban és felnőttkorban is, mondom, akár egy krónikus gyomor probléma, egy savasodás, egy hangszál probléma, vagy egy gerincfertőzést is mind-mind okozhat egy helytelen fogászati státusz, és most pedig ezeket kutatjuk
és ezeket bizonyítjuk be, hogy kialakult fogászati problémákat, ha kezelünk, akkor ez hogyan, milyen hatással bír az emberi szervezetre, testtartásunkra, izmokra, izületekre és a különböző krónikus problémákra. Ebben a kutatásban vagy a kutatási munka során ki kell térni arra is, hogyha ütközik a szakember és a páciens véleménye. Mert mondjuk beül a székbe valaki, vagy elmondja, hogy ő szeretne egy vonzó sztármosolyt mondjuk, na de hát az esztétika, a funkció meg a számára előnyös megoldás között harmóniát kell teremteni, és bizony, hogyha ez a harmónia nem jön létre, akár azért, mert mondjuk ragaszkodik a páciens valamihez, akkor már nem teljesíti a feladatát, vagy nem tölti be funkcióját a smile-t, ugye? Ebben igazából azért vitatkoznék egy kicsit, mert a harmónia és a funkció az mindig karöltve járnak, tehát kéz a kézben. Az, ami harmonikus, az funkcionálisan is helyes. A páciensek ösztönösen érzik, hogy számukra mi a legszebb, legharmonikusabb mosoly, és bevallom őszintén, én tőlük tanultam a 20 év során a legtöbbet, mert figyeltem, hallgattam rájuk, hogy bizonyos fogaknak mondjuk miért kell hosszabbnak, rövidebbnek lennie, miért álljon beljebb, hogyan kényelmes, és gyakorlatilag ezekre a megfigyelésekre is alapozva alkottam meg azt az eljárást, amivel ma már könnyedén meg tudjuk tervezni azt az esztétikai megjelenést, ami az arcból genetikailag leolvasható, egy úgynevezett geometriai matching-el, tehát a páciens geometriai arc anatómiáját figyelembe véve alkotjuk meg az esztétikát, tehát hogy milyen legyen a nagymetsző formája, a kismetsző formája és a fogak állása, és az arc szerkezetétől, egyedi középvonalából pedig a funkciót vezetjük le, hol álljon a középvonal, milyen legyen a rágósi, és ezeket tervezzük meg először két dimenzióban, majd pedig háromdimenziós szoftverekkel. Tehát, hogyha az esztétikát és a funkciót vesszük alapul, akkor akármelyik irányból is indulunk el, gyakorlatilag ugyanazt az eredményt fogjuk kapni. Az arcizmokból, mert ezeket is vizsgáljuk a kezelések során, indulunk el, hogy mely arcizmok működnek túl, és mely arcizmok működnek inaktívan, teljesen mely arcizmok figyelhetők meg inaktivitásban az arcon, és ha ezeket harmonizáljuk, ugyanazt az eredményt fogjuk kapni. Tehát akármelyik vonalon indulunk el, gyakorlatilag az eredmény ez mindig ugyanaz. Egyetlen közös pont ugye bennük a szoftver, mert a szoftverrel tudjuk megtervezni genetikailag az esztétikát, funkcionálisan a középvonalat és a fogak beállítását, és így kapjuk ezt a szép balanszált eredményt a testre vonatkoztatva, illetve az arcra vonatkoztatva. Hát szép mosoly mellé egy jó funkció és egy balanszált test jár. A mosolytervezésnek bizonyos szakmákban, szakterületeken, vagy éppen a politikusi pályán, vagy a művészvilágban sokkal nagyobb jelentősége van, mint egy más területen dolgozó ember számára, ugye? Hál' Istennek most már Magyarországon is erre egyre jobban figyelnek, tehát akár politikusok, akár színészek, akár közéleti személyiségek is szép mosoly birtokosai lehetnek, illetve egyre nagyobb a kereslet erre is. Figyelni kell természetesen fiatalkorban is, akkor még egy fogszabályzással viszonylag könnyebben megőrizhetők a fogaknak a szépségei, illetve a helyes állásuk. Idősebb korban vagy középkorban esetleg már héjakkal, ugye ez egy nagyon finom, minimál invazív beavatkozást, amit nagyon szép eredményt kap gyakorlatilag a mosolyra vonatkoztatva. Tehát héjakkal vagy koronákkal tudjuk ezt a mosolyt megteremteni. Lehet természetesen fogfehérítéssel is segíteni a kinézete. Mindig azt mondom, hogy a helyes esztétika mögött egy helyes funkció kell, hogy legyen, amit hogyha a szoftver segítségével tervezünk meg, akkor sokkal megbízhatóbb eredményt kapunk. A páciensek számára ugye az esztétika a szoftveres tervezéssel is nagyon sokat jelent, hiszen előre láthatja azt az eredményt, amit a fogorvossal közösen szeretnének megteremteni. A smile-ist fogorvost ennek a tudója, hogy ezt az esztétikát hogyan, milyen módon olvashatjuk le az arcból, ezáltal segítve a pácienst az első konzultáción, hogy egy 80-90%-ban az archoz és személyiséghez illő mosolyt kapjon. A kezelések során pedig ezt finomítjuk tovább.
Igen, ezt a 80-90%-ot elég nehéz lehet elérni, ugye az egyéniséget nagyon rövid idő alatt meg kell ismerni. Lehet úgy, ha lecsupaszítjuk a dolgot, lehet úgy érzékeltetni az önök találkozását, hogy bemegy egy páciens, és visz valamilyen mintát, vagy mutat valamilyen mintát, vagy azt mondja, hogy én olyan fogat szeretnék, mint Madonnáé, vagy olyan, mint Marilyn Monroe-é, és akkor elkezdődik a tárgyalás? Elképzelhető ez is. Sok páciens hoz fényképeket színészekről, előadó művészekről. Azonban ezek a mosolyok nagyon érdekes, hogy 80-90%-ban annak a harmonizált formája, ami a páciens szájában is megtalálható. Tehát, hogyha lebontjuk a nagymedző, kismedző szemfogak alakjára, azoknak az állására és fehérségére, akkor gyakorlatilag a páciens azokat a képeket fogja hozni, ami a személyiség típusához, genetikájához illeszkedik, csak egy nagyon szép harmonizált formában. Tehát amit mi általában teszünk a páciensekkel, hogy egy olyan úgynevezett genetikai mosolyt adunk vissza a páciensnek harmonizált formában, ami gyakorlatilag az ő szájában megtalálható, csak kicsit fehérebben, kicsit sorba állítva, ami harmonikusan illeszkedik az archoz, szélesség-hosszarányhoz, és funkcionálisan is egy stabil megoldást ad. Az ön számára, hogyha kinyitja az ember a száját, vagy mosolyog, akkor a fogak árulkodnak, beszélnek, ugye? Pontosan, én már nagyon veszélyes vagyok ebből a szempontból, mert amikor a páciens bejön a rendelőbe, akkor én már a testtartásból, a fej állásából, az arcon lévő izmoknak, redőknek, a meglétéről, aktív, illetve inaktív formájáról én már nagyon sok mindent le tudok olvasni. A Smilis rendszernek igazából ez egy hatalmas nagy előnye és nagyszerűsége, hogy a pácienst így tudjuk segíteni a szép és funkcióképes mosolyhoz, hogy gyakorlatilag belőle leolvassuk azokat a problémákat, amik jelen állapotban vannak, egy állkapos pozícióra vonatkoztatva, és az ő genetikájából, arcszerkezetéből pedig meg tudjuk alkotni azokat a fogformákat és fogállásokat, ami egy nagyon biztos, harmonikus mosolyt ad a számára. Tehát mindig azt mondom, hogy akár Gina Lollobrigida vagy Quasimodo a paciensünk, mindegyiknek szép, harmonikus mosolyt tervezve egy nagyon karakteres Quasimodot és egy nagyon karakteres Gina Lollobrigidát vagyunk képesek teremteni vagy megalkotni, ami tényleg mint harmónia teremtés a paciensek számára egy nagyon nagy megelégedést ad. És a szakma hogy fogadja az önök munkáját? Nagyon sokan kedvelik a Smilist-ot, hát bizonyítván ezt, hogy már 10 éve folyamatosan oktatjuk akár magyar, akár külföldi vonalon a fogorvosokat. Ennek egyre nagyobb és nagyobb teret adnak nemzetközi szakirodalmak is. Most készül a könyvünk, remélhetőleg, hogy ebben az évben vagy jövőre meg tudjuk jelentetni. Nagyon sok szakcikket írunk ebben a témában, és indulnak el folyamatosan a kutatások. Ugye fogorvosként, vagy hát mondhatom, hogy kutatóként is feladatunk az, hogy ne csak a fát lássuk, és az erdőt nem, hanem bizony a fogaké kell néznünk, és a harmonikus esztétikai és funkcionális tervezés mellett az egész szervezetre gyakorolt hatását kell vizsgálnunk a fogaknak. Sok sikert kívánok hozzá, és hát a kutató munka eredményeiről majd még időről időre itt tájékoztatjuk a hallgatókat. Dr. Csillag Máriának, a Smilis fogorvosi tervező szoftver és a komplex mosoly tervezés elméletének a megalkotójával és oktatójával és kutatójával. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Viszontlátásra.